De mivel keresel most pénzt? Hát az ingatlanokkal, tehát Amerikában levő ingatlanokkal. Tehát abból, Magyarországon is vannak. Tehát akkor passzív jövedelmed van. Hát valamikor sokat dolgoztam, valamikor csináltam egy csomó jó üzletet, 55 éves koromig, és az be van fektetve, az nekem már életem végéig, meg neki is, hogy majd már nem leszek. A gyerekeinek, lesz, meg az unokáinknak. Mindenkinek elég, és közben arra is elég, hogy amíg élünk, addig azt csináljuk, amit akarunk. Tehát azt mondod, hogy ha soha többet egy percet nem dolgoznátok, akkor is élhetnétek életetek végéig a legdrágább ötcsillagos Maldív-szigeten? Hát természetesen. Szigetje válogatja, azért láttam az, már olyan árakat. De így, hogy azért van befektetésünk, tehát az ingatlanokból jön. Tehát mindig tehát jön nem be. Csak fogyasztunk, hanem azért ez egy termelő ingatlanok. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy ahogy én az Árpit ismerem, ahogy kitesszük a lábunkat, leszállunk a repülőgépről, már egy héten belül elkezd ingatlanokat nézegetni, hogy hát, megint legyen valami projektünk. Nincs olyan antik show, amire nem megyek el, azért 40 évig megtanultam a szakmát, hogy én észreveszek egy zsolnait az amerikai antik show, akkor megveszem 500 dollárért és eladom itthon, nem tudom, 5000-ért. Tehát azért ezek... akkor mi keresket csinálsz? Hát amikor belebotlok és látom, ízni, akkor, vagy az interneten látok valamit, tehát nem vagyok hülye. De természetesen ez volt, hogy ezt keresni.